kívánok! Köszöntöm Önöket a 10 perc Bukarest kormányzati tájékoztató idei első adásában. Ma a roncsautóprogramokkal kapcsolatos újdonságokról, az illegális szemétszállítmányok elleni intézkedésekről, valamint az erdészek védelmét szolgáló jogszabályról is beszámolok. Emellett tájékoztatom Önöket az erdőtulajdonosok kompenzációjáról és a vadkárok kifizetéseiről is. Az RMDSZ elkötelezetten küzd a környezetvédelmért és a klímaváltozás ellen. Kormányzati munkánk egyik prioritása ez. Ennek jegyében idén is folytatjuk a klasszikus és plusz roncsautó programokat, amelyekkel arra ösztönözzük az embereket, hogy vonják ki a forgalomból a szennyező gépkocsikat. Tavaly felmértük a programok erősségeit, gyengeségeit, így idén gyorsítottuk, egyszerűsítettük és hatékonyabbá tettük a lebonyolítást. 2022-ben minden korábbinál több pénz áll a rendelkezésünkre, és a program kiszámíthatósága érdekében ezt az összeget a következő években évi 10%-kal emeljük. Az útmutatókat már közvitára bocsájtottuk, így február elején elindulhat a roncsautó programok 2022-es kiadása, több mint 1,2 milliárd lejes költségvetéssel. A programot Fülöp Loránddal, a Környezetvédelmi Alap elnökével közösen bonyolítjuk le, együtt dolgoztuk ki a részleteket. Ezekre a programokra akkor van ekkora szükség, mert Románia azt vállalta, hogy 2026-ig 250 ezer 15 évesnél régebbi gépjárművet vonunk ki a használatból. Ezt a célkitűzést karolják fel az új roncsautóprogramok, ezért úgy tervezzük módosítani a programokat, hogy az különbséget tegyen az Euro 3-as vagy annál alacsonyabb besorolású 15 évnél régebbi és a kevesebbet, kevésbé szennyező használt autó között. Egy olyan támogatási rendszert készítünk elő, amely az állampolgárok, az autógyártók és a beszállítók, illetve az autókereskedők igényeit is figyelembe veszi. További újdonság az, hogy nem csak azokat támogatjuk, akik új autót akarnak vásárolni, hanem az önkormányzatokkal közösen azokat is szeretnénk előnyös helyzetbe hozni, akik megszabadulnának a szennyező autóiktól, de nem kívánnak újakat vásárolni cserébe. Hasonló kezdeményezés már a tavaly óta sikerrel működik Sepsiszentgyörgyön, ahol az önkormányzat 3000 lejes értékjegyet ad azoknak a tulajdonosoknak, akik leadják a roncsautóikat, a támogatási összeg pedig szabadon felhasználható, annélkül, hogy új autóvásárlásra kötelezné őket az önkormányzat. A roncsautó programokra idén minden hónapban lehet majd pályázni. Minden 15 évnél régebbi Euro 3-as vagy annál alacsonyabb környezetvédelmi besorolású autó leadását 1500 lejes régiségi ökobónusszal ösztönözzük, amely kiegészíti a roncsautóért járó értékjegyet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tulajdonos a 15 évnél régebbi autó leadása mellett dönt, akkor 6000 lejes értékjegyet és 1500 lejes ökobónuszt kap, összesen 7500 lejes támogatásba részesülhet. A klasszikus roncsautóprogram keretén belül a maximális összeg 16500 lej, ez a legnagyobb igényelhető támogatás, amennyiben két roncsautót adnak le a kedvezményezettek. Változás, hogy eddig azokat az autókat lehetett leadni, amelyek 8 éve lettek beírva Romániában, ezt most 6 évre csökkentettük. Ugyancsak újdonság, hogy ezúttal az elektromos és hibrid autók vásárlását is régi jármű leadásához kötjük. Egy új autó vásárlásához a plusz roncsautó program keretében is felhasználható két leadott régi autó. Egy leadott autó esetében a támogatás mértéke elérheti a 46.500 lejt, két leadott autó esetében pedig az 51.000 lejt. Elektromos motorkerékpárok vásárlására pedig 7.500 lejes értékjegyet lehet igényelni. A több mint 2400 határellenőrzés alapján állíthatjuk, hogy növekedett a külföldi illegális szemétszállítmányok száma Romániában. Az alacsonyabb költségek miatt Romániába egyre több hulladékrakományt próbálnak behozni illegálisan, így nagy nyomás nehezedett az elmúlt időben az ellenőrző szervekre, a határátkelő helyekre. Az év végén elfogadott kormányhatározat erre a problémára nyújt megoldást. Románia nem lesz Európa szeméttelepe. Az elfogadott jogszabály 15-re korlátozza azoknak a határátkelőknek a számát, ahol az újrahasznosítható hulladékot szállító járművek átléphetik Románia határát. Továbbá kötelező lesz követhetővé tenni ezeket az útvonalakat a határtól egészen a feldolgozó pontig. Ezzel a rendszerrel gyakorlatilag megelőzzük, lehetetlenné tesszük, hogy a kamionok nyomkövethetőség nélkül közlekedjenek.
A környezetvédelmi alap számon tartja, hogy mekkora mennyiségű hulladék kerül be az országba, és ellenőrzi, hogy a mennyiség összhangban van-e a hulladékot átvelő cég újrahasznosítási kapacitásával. Ezáltal könnyebben ellenőrizhető és hatékonyabb hulladékszállító rendszert alakítunk ki, amelynek ellenőrzése a jövőben kizárólag az országos környezetvédelmi őrség feladata lesz. Továbbá a jogszabály előírja, hogy azok a gazdasági szereplők, akik a hulladékot behozzák az országba, kötelesek azt megfelelő jóváhagyással, működő berendezések használatával teljes mértékben újrahasznosítani és értékesíteni, hogy a fél nem használt szemetet ne elégessék vagy eldobják, ahogy az ma sajnos sok esetben megtörténik. Az államelnök kihirdette az általam kezdeményezett törvényt, amely nagyobb biztonságot nyújt az erdészeknek, és amelyet kérésemre a parlament sürgősségi eljárásban tárgyalt. Elfogadhatatlan, hogy az erdészeket bántalmazzák azért, mert becsületesen dolgoznak. Ezen túl az erdészeti személyzet ellen elkövetett erőszakos cselekedeteket ugyanabba a kategóriába sorolják, mint a belügyi szervek tagjaival, rendőrökkel, csendőrökkel szemben elkövetett erőszakos bűncselekményeket. Aki erdészt bántalmazna, kétszer gondolja végig. A szigorított büntetések nyomán akár 9-10 évre is börtönbe kerülhet. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy biztosítsuk az erdők és az erdőt óvók védelmét. Örömmel jelentem be, hogy az idén több mint 26 ezer hektárnyi beazonosított erdős területtel bővült az érintetlen és a kvázi érintetlen erdők listája. Ebből 8 ezer hektár érintetlen, és majdnem 62 ezer hektár pedig kvázi érintetlen besorolást kapott. Nekünk az a dolgunk, hogy megvédjük az egyik legnagyobb természeti kincsünket, és kárpótlásba részesítsük a tulajdonosokat. A szakemberek szerint Európában Románia büszkélkedhet a legtöbb érintetlen, több száz éves múlttal rendelkező erdővel. Együttes erővel íme ezeket a természeti kincseket védelmünkbe tudtuk venni. Természetesen nem állunk meg itt, folytatjuk a programot, amely ezt egész országban beazonosítja a védettséget élvező erdőket. Amint már említettem, emiatt soha nem szenvedhetnek kárt a tulajdonosok. A védett területek erdő tulajdonosai nem termelhetik ki a fát, nem hasznosíthatják a területeiket, éppen ezért a törvény értelmében őket kompenzálnia kell az államnak. Decemberben a Környezetvédelmi Minisztérium közel 200 millió lej értékben adott támogatást a magánerdő tulajdonosoknak. Ennek az összegnek közel kétharmada az állam adósságának a törlesztése, azaz a 2019 és 2020-ban elmaradt kompenzálások kifizetése közel 1300 tulajdonos javára, míg 2021-ben 63 millió lej járt a 636 magánerdő tulajdonosnak. Számos székelyföldi közbirtokosság kapta meg azt a támogatást, amelyre évek óta vár. Így például Hargita Kovászna és Maros megyékben közel 18 millió leértékben kompenzáltuk az erdőtulajdonosokat és az erdészeteket. Ahhoz, hogy valóban védjük a környezetünket, az államnak vállalnia kell az ezzel járó kötelezettségeket. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a törvény rendelkezése csak papíron élt, a kitermelési korlátozások miatt a bevételtől eleső tulajdonosokat nem kompenzálták. Ezért, amikor egy éve átvettem a minisztériumot, prioritásként kezeltem a kompenzációk rendezését. Örömmel jelenthetem be, hogy a célkitűzést teljesítettük, minden korábbi elmaradást kifizettünk. Egy olyan rendszeren dolgozunk ugyanakkor, amelyel ezeket az összegeket időben ki tudjuk fizetni, hogy a korlátozásokban érintett erdőtulajdonosok jogai ne csorbuljanak. Sajnos nem hirdette ki az államelnök azt a jogszabályt, amely a veszélyes medvék azonnali eltávolítására vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet emelte volna törvényi rangra. Maga a sürgősségi kormányrendelet továbbra is érvényben van, azaz a közösségeknek továbbra is lehetőségük van megvédeni a településeken belül garázdálkodó veszélyes medvékkel szemben az embereket, a javakat. A település határán kívül egyelőre nem lehet azonnal közbelépni, erről rendelkezett volna a teljes törvény, amit az államelnök nem hirdetett ki. Az államelnök által kiforgásolt jogi szöveget azonban a parlamentben megvizsgáljuk, és mi hamarabb korrigáljuk, visszaküldjük kihirdetésre az államelnöki hivatalba. Továbbra is meggyőződésem, hogy szükség van erre a rendkívüli megoldásra, hiszen rendkívüli időket élünk. Hosszú távon nem oldja meg a problémát, azonban most emberi életeket tud menteni. A munkát ezen a téren is folytatjuk. A vadkárokkal kapcsolatos káosz és a kifizetések elmaradása volt a tárca másik adósága, amikor átvettem a vezetését. Már ezt a kérdést is rendeztük. Jelenleg a regionális erdőőrség által jóváhagyott kártérítési dosszié kifizetésével napirenden vagyunk. Nincsenek elmaradások,
2021-ben több mint 7 millió lejt fizettünk ki a vadkárokra, december 15-ig beregisztrált minden egyes dossziét kifizettünk. A minisztériumnak naponta frissülő honlapja van, ahol követni lehet az összes hivatalosan regisztrált kártérítési kérelem elbírálásának a folyamatát. A rendszer még nem tökéletes, de a korábbi káoszhoz képest komoly előrelépést jelent. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!